Szeretettel köszöntöm vallagási ünnepségünkön megjelent szülőket, vendégeinket, iskolánk vezetőit, tanárait és elsősorban az ünnepelteket. Külön szeretettel köszöntöm Pánti Ildikó képviselőasszonyt, Kovács Sándor urat, az ipartestület elnökét, Pesti Tiborcz urat, a Szakik 2000 alapítvány kuratóriumának elnökét, Mihályné Juhász Juliannát, a Szakik 2000 alapítvány titkárát, minden gyakorlati képzőhely képviselőjét, valamint Kisné Sós Ágnest, a karcagi tankerület vezetőjét. Kedves jelenlévők, a ballagás nyitásaként énekeljük el a himnuszt. Műsorunk elején hallgassák meg Vas Viktória 12. K-osztályos tanuló szavallatát. Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, a szürkepor belepte. A csöntől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendben halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett, az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, minden csönd más, minden könyv vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj, hogy eltemettük, róla nem tudunk, s mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Az életünk útján haladnunk kell, mennünk, de néha majd itt bent még visszaemlékezünk. Emlékezünk, s akkor felbukkan sok emlék. Ó, az idő siet, az ember tovább lép. Elbúcsúzunk, s elválunk, tovább megyünk, tovább ballagunk. Saját útján jár mindenki. Ez az élet. Menni, menni.
végzős tanulókat Törő csillagtanárnő, a 2/12. B osztály osztályfőnöke búcsúztatja. Köszöntök mindenkit a mai szép napon, pallagó diákjainkat, őket ünneplő szüleiket, rokonaikat, barátaikat. Köszöntöm a búcsúztató tanári kart, kedves kollégáimat, és köszöntök minden kedves jelenlévőt. Íme eljött a nap, amikor elbúcsúztatjuk iskolánk végzős osztályait. Ma 5 osztály diákjainak vállára került ballagási tarisznya, amely jelképezi egy életszakasz lezárását, és egyben egy újabb kezdetét. Mire eléritek ezt, hogy vállatokra tarisznya kerüljön, sok tennivalótok volt nektek, diákoknak, de épp úgy szüleiteknek és tanáraitoknak is. Mielőtt felvettétek a tarisznyákat, biztosan belenéztetek, hogy mit találtok bennük. Mi szokott lenni egy ilyen kis tarisznyában? Jelképes dolgok. Egy kis pogácsa, pár forint, esetleg némi innivaló. Mit jelképeznek ezek a dolgok? Leginkább azt, hogy amikor kilépsz az iskola kapuján, és elindulsz a nagybetűs életútján, vigyél valamit tőlünk. Azt remélem, hogy már is látod, sokkal több dolog van a te tarisznyádban, mint az a kis pogácsa, pár forint és némi innivaló. Ott van az a sok tudás és ismeret, amit kaptatok. Az az értékrend, amit elsajátítottatok. És ott van a jövőbe vetett hit. És kerül bele barátság, intelem, vagy épp diákszerelem, és fel sem tudnám sorolni, hogy egy kis tarisznyában mennyi-mennyi minden lehet. Nos, pont annyi minden, hogy bátran elengedjünk benneteket, nyitva a kapu, szabad az út előttetek. Szabad az út, amely sokféle lehet. Rögös vagy sima, meredek vagy lejtős, magányos vagy társas, egyenes vagy kanyargós, járt vagy járatlan. Mostanra tudjuk, hogy képesek vagytok különbséget tenni jó és rossz között, ami nem azt jelenti, hogy soha többé nem fogtok hibázni, de már képesek vagytok felismerni és helyrehozni azt. Vártátok ezt a napot mindannyian. Néha kicsit jobban, néha kevésbé. Most mégis fájdalmas a búcsúzás. Fájdalmas, mert elveszítünk mindennapi kapcsolatokat. Fájdalmas, mert elveszítünk meg nem valósult reményeket. Fájdalmas, mert valami véget ér. Most mégis azt mondom Nagy László szavaival, töröld le könnyedet, kisírt szemedben mosoly legyen és derű, mert minden nap kezdődik valami, valami nagyszerű, valami gyönyörű. Zászló átadás következik. A zászlót átadják Szakó Nándor és Pap Enikő, a zászlót fogadják Szendrei Csaba és Hímer Andra. Felkérem Facsor András általános igazgató helyettes urat, hogy ismertesse a ballagó diákoknak érkezett gratulációkat. Kedves ballagó diákok! Fogadjátok szeretettel a ballagásotok alkalmából érkezett gratulációkat. Minden ballagó diáknak sok sikert kíván az előttük álló boldog esztendőkhöz dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Karcagváros önkormányzata nevében a vizsgákhoz sok sikert, a magánéletben sok boldogságot kíván Dobos László polgármester úr. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ karcagi tankerület munkatársai nevében sok sikert és boldogságot kíván Kisnés Lós Ágnes tankerületi igazgató.
A karcagi középiskolák is gratulálnak nektek ballagásotok alkalmából. A Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium nevelőtestülete és dolgozói nevében Gyökeres Sándor igazgató, valamint a karcagi Nagykun Református Gimnázium és egészségügyi szakközépiskola nevelőtestülete nevében Juhászné Zsadányi Erzsébet igazgatónő. A karcagi általános iskolák és a karcagi általános iskola központ tagintézményei szintén gratulálnak, és kívánják, hogy erőtök, lelkesülésetek, hitetek kísérjen végig az utatokon. Az Arany János általános iskola dolgozói és diákjai nevében Kovácsné Szentei Borbála megbízott intézményvezető, a Szent Pál Marista általános iskola nevében Nagy Józsefné igazgatónő, a Kovács Mihály tagiskola nevében Krappáné Pap Ágnes intézményvezető helyettes. Madarász Imre Egyesített Óvoda dolgozói nevében köszönti a ballagókat Szarka László intézményvezető. További munkátokhoz sok sikert kíván az Esze Gyermekek Étkeztetési Kft. Köszönjük a gratulációkat! Megkérem Puháné Urbán Katalin igazgatónőt, hogy adja át a jutalmakat a végzős diákok közül azoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek a tanulmányai során. Kedves végzős diákok, tisztelt szülők, kedves vendégeink! Mindig nagy öröm az ünnepségnek az a pontja, amikor a kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákokat jutalmazhatjuk. Ez következik most. Könyvjutalomban részesülnek a következő tanulók. Vas Viktória, 12. A-osztályos tanuló, közösségi munkájáért és jó tanulmányi eredményéért. Tóth Zoltán, 12. F-osztályos tanuló, közösségi munkájáért, az iskolai rendezvények szervezésében nyújtott részvételéért. Fehér Rihárd, 12. F-osztályos tanuló, közösségi munkájáért és iskolai rendezvényeken való munkájáért részvételéért. Szabó Anita, 12. F-osztályos tanuló, kiemelkedő sport teljesítményéért. Gratulálok, Anita, és köszönjük a munkára. Szabó Dávid, 12. F-osztályos tanuló, kiemelkedő sport munkájáért. Lázó Katilla, 12. F-osztályos tanuló, kiemelkedő sport munkájáért. További sok sikert kívánok. Botos Károly, 12. F-osztályos tanuló, az Országos Telekom Diák Olimpián és a Coca-Cola kupán elért országos harmadik helyezésért kispályás labdarúgó sportágban. Gratulálok! Marsi Dávid, 12. F-osztályos tanuló, az Országos Telekom Diák Olimpián és a Coca-Cola kupán elért országos harmadik helyezésért, szintén kispályás labdarúgó sportágban. Pap Enikő, 2/12. B-osztályos kereskedő tanuló, tanulmányi versenyen nyújtott teljesítményéért és jó tanulmányi eredményéért. Cseppentő Éva, 2/12. B-osztályos kereskedő tanuló, szintén a tanulmányi versenyen nyújtott teljesítményéért és jó tanulmányi eredményéért. Rózsa Attila, 2/12. B-osztályos tanuló, az Országos Telekom Diák Olimpián és a Coca-Cola kupán elért harmadik helyezésért kispályás labdarúgó sportágban. Gyulai
Nyugodi Ferenc, 2/12 D-osztályos tanuló, szintén a Telekom Diák Olimpia és Coca-Cola kupán nyújtott teljesítményéért kispályás labdarúgós pályát. Duka Gyula, 2/12 D-osztályos tanuló, az országos Telekom Diák Olimpián és a Coca-Cola kupán elért harmadik helyezésért. Gratulálok, köszönöm a munkára. Az intézmény elismerését és emellett az Essen Kft. Ajándékát kapja Fazekas Melinda, 2/12 B-osztályos gépi forgácsoló tanuló, kiemelkedő és 9 éven át tartó folyamatos közösségi munkájáért, sportrendezvényeken való rendszeres aktív részvételéért, a diák önkormányzati feladatok ellátásáért, jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő teljesítményéért. Gratulálok, Melinda! Az Essen, szintén az Essen ajándékát kapja Tóth Dávid, 12 F-osztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató szorgalmáért, közösségi munkájáért. Veheti majd át akkor később. Az ipartestület két ajándékot ajánlott fel az iskola által kiválasztott tanulóknak. Szeretném megkérni az ipartestület képviselőjét, Lacik Dénesnét, hogy adja át az ipartestület ajándékát Kovács Imre Vilmos, 2/12 D-osztályos tanulónak közösségi munkájáért és jó magatartásáért. Valamint Seres Ádám, 3/11 A-osztályos tanulónak tanulmányi versenyeken való szerepléséért és jó tanulmányi eredményéért. A gyakorlati képzőhelyek ajánlottak fel a náluk gyakorlati képzésben lévő kiemelkedő gyakorlati munkát végző tanulóknak ajándékot. Megkérem a gyakorlati képzőhelyek képviselőit, hogy adják át ezeket az ajándékokat. A Kunspán Kft., Csík Dániel, 2/12 D-osztályos, és Baga Béla, 2/12 D-osztályos tanulót jutalmazza. És Belegini tanárnő fogja átadni a Kft. Nevében ezt a jutalmat. A Spár Kft. Ajándékát megkérjük a képviselőt, hogy adja át. Cseppentő Iga, 2/12 B-osztályos tanulónak. Fehér Brigitta, 2/12 D-osztályos tanulónak. Valamint Kis Rita, 2/12 D-osztályos tanulónak. Köszönjük szépen! Megkérem Veres Lajos urat, hogy a Labonc Kft. Ajándékát adja át Nagy Ádám János, 2/12 D-osztályos tanulónak, valamint Lampert István, 2/12 D-osztályos tanulónak. A Szimmetria Kft. Nevében Nagy Norbert úr, Fazekas Melinda, 2/12 B-osztályos gépi forgácsoló tanulónkat jutalmazza.
Köszönöm szépen. További okleveleket szeretnék átadni azoknak a tanulóknak, akik a szallagavatói táncok betanulását követően intézményi rendezvényeken, illetve a Szakmasztár Fesztiválon képviselték ezekkel a táncokkal iskolánkat. Fogadjátok el tőlünk emlékként ezeket az okleveleket. Kérem, hogy gyertek sorba. Kicsit gyorsabban fogom olvasni a neveket. Ungvári Ibolya 2/12. B-osztályos tanuló. Szakmasztár Fesztiválon való szereplésére. Fehér Brigitta 2/12. B-osztály. Budai Edina 2/12. B-osztály. Budai Alexandra 2/12. B-osztályos tanuló. Köszönjük szépen. Mészáros József 2/12. B-osztályos tanuló. Kéri Dávid 3/11. A-osztályból. Köszönjük szépen. Marsi Dávid 12. F-osztályból. Szabó Anita 12. F-osztályból. Fehér Rihárd 12. F-osztályból. Szabó Dávid 12. F-osztály szintén. Köszönjük szépen. A 2014-es szakmabálon való szereplés emlékére vehet át emléklapot Vas Viktória 12. A-osztályos tanuló, Ferenci Julianna 12. A-osztályos tanuló. Köszönjük. Józsa Alexandra 12. A-osztályos tanuló. Köszönjük. Zsákai Edina 12. A. Szentpéteri Kitti 12. A-osztály. Simon Csaba 12. A-osztályból. Fábián Sándor 12. A-osztályos tanuló. Laurencsik György szintén 12. A. Bunna Zsolt Bence a 12. F-osztályból, és Botos Károly a 12. F-osztályból. Köszönjük szépen nektek! És végül, de nem utolsó sorban, köszönteni szeretném azokat a kollégáimat, akik ezt az 5 osztályt eljuttatták ide, hogy itt állhatnak ma a ballagási ünnepségen, és felkészítették őket arra, hogy kilépjenek az életbe, illetve eljussanak a eredményes szakmai vizsgáig. Emléklapot szeretnék átadni az osztályfőnököknek, osztályfőnöki munkájuk elismeréseként. Bargáné Glac Júlia tanárnő a 12. F-osztály osztályfőnöke. Köszönöm szépen! Törő Csillag tanárnő, a 2/12. B-osztály osztályfőnöke. Köszönöm szépen. Bartáni Jabonyi Júlia tanárnő, a 12. A-osztály osztályfőnöke. Mészárosné Sós Andrea tanárnő, a 2/12. B-osztály osztályfőnöke. És Olá István tanár úr, a 3/11. A-osztály osztályfőnöke. Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet. Kérem, énekeljük el a szózatot.
Kérem a végzős osztályokat, hogy az iskola zászlója után osztályonként vonuljanak be az iskola épületébe.